Tisztelettel köszöntöm a Szópárbaj nézőit. Mai vendégeinkkel, Huber Sebastiannal, a Fórum Politikum igazgatójával, és Nagy Attila Tiborral, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével két témát beszélünk át. Az egyik az amerikai elnök választás eredménye, a másik az alkotmánybírók megválasztása. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nézzük meg az első bejátszást. Úgy tűnik, François Fillon értette meg a leginkább azokat a kihívásokat, amelyek előtt Franciaország áll. Rá fogok szavazni a második fordulóban, de a választóim szabadok, csak azt kérem tőlük, hogy ne menjenek a szélsőségek irányába, mondta Nicolas Sarkozy. Az eddigi eredmények közül kiemelte, hogy történelmi mélységbe süllyedt a munkanélküliség, az államháztartásban az egész ciklus alatt rendre többlet keletkezett, és nem kellett emelni az adókat. A politikus groteszknek és abszurdnak nevezte a kancellári munkája folytatásával kapcsolatban az amerikai elnök választás óta felfokozott várakozásokat. Ugye az elnökválasztás óta eltelt némi idő, közben Franciaországban a republikánus párt, a mérsékelt jobboldali párt előválasztást tartott, soha nem látott 4 milliós részvétel mellett. Sarkozy korábbi elnök harmadik lett, kiesett, és hát ehhez kapcsolódik az első idézetünk. A második idézetünk meg Angela Merkeltől való, aki bejelentette, hogy újra immáron negyedszer is versenybe száll a kancellári székért, és mindenki azt latolgatja, akár Franciaországot nézzük, akár Németországot, vagy beszélhetünk Ausztriáról, vagy Olaszországról, ahol december elején lesznek választások, hogy mennyire érvényesül az a bizonyos Trump hatás. Miben látjátok ti ezt a Trump hatást? Miért ennyire meglepő ez a dolog? Én egy kicsit csodálkoztam a meglepődésen, hiszen Trump előtt azért már fokozódott az elégedetlenség az amerikai politikai elit, a washingtoni elit ellen. Én jól emlékszem, volt egy olyan közvéleménykutatás néhány évvel ezelőtt, amely egyértelműen megmutatta, hogy például az amerikai törvényhozással szembeni elégedetlenség az meglehetősen magas volt. 20% vagy az alatti volt a kongresszusnak az elfogadottsága. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Trump felemelkedése nem példanélküli. És ugye nem példanélküli azért sem, mert egy viszonylag jelentős szociális elégedetlenség volt például a középosztály egy részében. Ráadásul Trump beszédeiben meglehetősen jól tudott bánni a tömegekkel. Tehát tudta őket szórakoztatni, időnként elváltoztatta a hangját, ki tudott gúnyolni másokat. Tehát ő Hillary Clintonhoz képest egy kicsit érdekesebb figurának tűnt. A másik pedig az, hogy lesz-e Trump hatás Nyugat-Európában, ez attól is függ, hogy mennyire sikerül meggyőzni azokat az embereket, akik úgy érzik, hogy nem haladnak kellően előre. Például éppen a Friedrich Ebert Stiftung mutatta ki, hogy a 2000-es években, tehát 2001 és 2009 közön Németországban a reálbérek alig emelkedtek. Ausztriában is már hosszú évek óta van egy olyan nézete a választópolgárok elég jelentős részének, hogy alig emelkedik a reálbérük, ami persze hozzá kell tenni, hogy ez még mindig sokkal magasabb, mint Magyarországon. Magukhoz mérik az. Magukhoz mérik. Tehát én azt akarom mondani, hogy a Trump hatás attól függ, hogy a mostani nyugat-európai politikai elit, tehát amely még kormányzati hatalmon van, mennyire tudja ezeket az embereket meggyőzni arról, hogy mégis hosszabb távon várható javulás, vagy pedig azok, akik támadják ezt az elitet, őket szokták úgynevezett populistának nevezni, azok meg mennyire tudják meggyőzni az embereket arról, hogy rájuk bízhatják az országon. Most ennek egy jó főpróbája lehet a december 4-i ausztriai elnökválasztás, ugyanakkor az elitellenes politikai erőknek van egy korlátjuk, nehéz meggyőzniük azért a társadalom többség arról, hogy velük nem fogják fenekestül felfogadni az országot, márpedig a középosztály jelentős része nagyon szeret egy viszonylagos békességes stabilitást, tehát ez izgalmas kérdés lesz, hogy a változtatni akarás lesz majd felülkerekedve, vagy pedig a stabilitáshoz ragaszkodóké. Sebastian, te miben látod a Trump hatás lényegét? Trump hatásnak van egy olyan lényege azért, hogyha végignézzünk
akár Magyarországtól kezdve egészen az Egyesült Államokig, hogy, hogy sokszor megkérdőjelezik ezt az atlanti térséget, hogy ez, ez mennyire egy egybefüggő térség, és látszik, hogy azért politikailag van egy viszonylagosan hasonló mozgás. Ez a hasonló mozgás, ez több tényezőből fölmérhető. Az egyik az, hogy, hogy a középosztály mindenhol, vagy ennek a térségnek a nagy részében elégedetlen. És nem véletlenül elégedetlen, hisz az elmúlt évek, sőt évtizedek is, tehát Amerikában azt mondják, hogy, hogy igazából már a 90-es évek óta nem emelkedett a középosztálynak az életszínvonala. És ez különösen akkor fájó nyilván a középosztályban élőknek, hogyha azt látják, hogy közben az úgymond az elitek, tehát a felső 10 000 pedig gazdagodott. Tehát jóval gazdagabb lett. És sokan azt mondják, ugye, hogy a Brexit népszavazás is erről szólt, azért Franciaországban is ugye látunk most még csak egy előválasztás, de tudjuk, hogy, hogy többek között azért volt szükség erre az előválasztásra, azért kellett fölrázni a mérsékelt jobboldal híveit, hiszen Le Pen ugye a szélsőségesnek tartott Nemzeti Frontnak a jelöltje vezeti a közvéleménykutatásokat. Ugye látjuk azt is, és ez is egy érdekes tényező, hogy mennyire nem lehet kiszámítani a választásokat. Ugye se a Brexitet nem sikerült előre jósolni, se ezt a francia előválasztást nem sikerült előre megjósolni, sőt, egy elég komoly tévedésben voltak, különösen itt, és nem sikerült megjósolni az amerikai elnökválasztás eredményét sem. Tehát van egy olyan szavazói rejtőzködés, ami mondjuk ezt nehezzé teszi. Amire még érdemes talán ennek kapcsán fölhívni a figyelmet, hogy mennyire új embereket, új jelölteket keresnek. Ugye azért Donald Trump jelenség azért is érdekes, mert ilyen embert, vagy ilyen külsőségekkel rendelkező, tehát azért egy nagyon egy pózőrről beszélünk, aki valóban nagyon jól eltalálja, hogy kinek hogy kell beszélni, de azt a fajta elhivatottság, vagy az a fajta mértéktartás, ami azért korábban az amerikai elnökökre jellemző volt, azért nem nagyon látszik rajta. Tehát látszik, hogy ilyen szempontból is új jelöltet keresnek. Másfajta módon, de Franciaországban is ezt látjuk, és hisz a győztes, az előválasztás győztese, akinek igen jó esélye van arra, hogy Franciaország következő elnöke legyen, François Fillon, ő egy ötgyerekes, katolikus politikus, aki a tradicionális értékek mellett áll ki. Egyébként bizonyos szempontból, bár ezzel kapcsolatban nem nagyon hangzottak el elemzések Magyarországon, de aki egy kicsit utána nézett, elolvasta róla szóló cikkeket, ő egy sokkal jobboldalibb ember, mint Nicolas Sarkozy. Tehát, hogy az ő győzelme, az pont nem azt jelenti, hogy ott elfordultak volna attól, hogy hát mégse kell ennyire jobboldali irányba menni. Ő egy tradicionális jobboldali politikus, aki például, és ez Franciaországban különösen fontos kérdés, elutasítja mondjuk a melegházasságot. És ugye az is látszik, hogy van a középosztálynak egy része, aki azért elégedetlen, mert az életszínvonala nem javult, sőt, sok esetben romlott, meg van egy olyan réteg is, aki azért elégedetlen, mert a liberálisok olyasfajta dolgokat kényszerítenek rá a társadalomra, lásd melegházasság, lásd az egyházakkal szembeni politizálás, ami azért nagyon sok embernél ilyen szempontból veri ki a biztosítékot. Tudjuk azt, hogy például az Egyesült Államokban, Trump győzelmében, ugye Amerikában sokkal nagyobb a vallásnak a jelentősége a választásnál, és sokkal több a vallásos ember. Nagyon fontos tényező volt, hogy a rendszeres vallásgyakorlóknak a nagy része az Trumpra szavazott. Tehát látszik, hogy van egy réteg, akit meg a hagyományos értékek folyamatos támadása zavar, és az, hogy mondjuk egy amerikai elnöknek az a fő, úgy mondjam, küldetése, vagy fő feladatának érzi, hogy mondjuk a melegházasságot az összes államban érvényre ütesse, hiszen Obama ugye erre törekedett, és a legfelsőbb bíróságnak egy szavazatos döntésével, vagy egy szavazat többséges döntésével sikerült is keresztülvinni, szembe menve az államoknak, az egyes államoknak a véleményével, az ott lakóknak a véleményével. Tehát azt mondom, hogy van egy ilyesfajta nyomás is, ami ellen a társadalmak egy jelentős része ellenáll. Szerintem behoznék még egy új szempontot, nevezetesen Trumpot versus Kohl szellemet.
Ugyanis ő bevallottan is, legalábbis úgy tett, minthogyha a mostani úgynevezett liberális korszellem, uralkodó korszellem ellen lépne fej, amely legalábbis Nyugat-Európában meg Észak-Amerikában uralkodik. Ő legalábbis így állította be, hogy ő a politikai korrektség ellen beszél, és valóban ezért is üdvözölték Nyugat-Európában radikális jobboldali vagy szélső jobboldali szervezetek az ő győzelmét, mert reménykednek abban, hogy majd ez a korszellem lehanyatlik. Hát Orbán Viktornál is láthattuk, hogy leplezetlenül üdvözölte Donald Trumpnak a győzelmét. Ugyanakkor látni kell, és ez egy fontos tanulság szerintem, hogy Donald Trumpnak meglehetősen kemény ellenszélben kellett kivívnia a győzelmet, és az egy komoly politikai teljesítmény, hogy ő ezt meg tudta tenni. Mire gondolok? Arra, hogy a legtöbb országos amerikai napilap ellene volt, hát ugye The New York Times-tól kezdve a Washington Post, és még lehetne tovább sorolni, szinte az összes komoly országos média, televízió ellene volt, még a Fox News egy része is bizony nem támogatta őt, például Maggie Kellin újságíróra gondolok, aztán szóval elég nagy volt az ellenszél, és ennek ellenére a fősorzatú médiát megkerülve tudott győzni, többek között azért, mert nagyon jó volt a Facebook meg Twitter tevékenysége, tehát 15 millió követője volt a kampány végére, míg Hillary Clintonnak csak 9 millió. Ez egyébként a magyar politikai viszonyokra is egyfajta tanulság lehet a Fidesz meg az ellenzék számára is, nevezetesen az, hogy nem biztos, hogy feltétlenül az győz, aki birtokolja a hagyományos médiát. Tehát most az látható, hogy a Fideszhez közel álló erők birtokolják a fősorratú média, televíziók, rádiók nagyobb részét, vagy legalábbis a Fidesz támogatják. De hogyha van egy karakteres, nagy hatású politikus, aki nem csak a fősorzatú médiákon keresztül kommunikál a választókkal, hanem nagy hangsúlyt fektet a Twitterre, a Facebookra, és nagyon sok a választót el tud élni, akkor akár meg is tudja haladni. Tehát ebből a szempontból a Fideszek meg a baloldalnak is egyfajta figyelmeztetés az, hogy úgy látszik, hogy ahogy menjünk előre a világban, a televíziónak, rádiónak a politikai hatása egyre korlátozottabb lesz, és akár még az internetes oldalaknak a hatása is lehet, hogy korlátozottabb lesz, abban az esetben, hogyha van olyan politikus, aki remekül tudja használni mondjuk a közösségi oldalakat, a Twittert és a Facebookot, és végezetül még azt tudom mondani, hogy hát szemmel láthatóan a nyugat-európai hatalmon lévő vezetők jelentős része nem készült fel Trump győzelmére. Tehát én néztem a német tél televíziók adásait, például a német honvédelmi miniszter vagy külügyminiszter megszólalásait is, hát szinte sokkos állapotban voltak. Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter, jövendőbeli köztársasági elnök mondta, hogy hát nem tudjuk, hogy mit akart rám. Nem ismerjük a Trump környezetében lévő tanácsadókat. Sötétben tapogatózunk, szinte lerít az arcáról, a külügyminiszter arcáról, hogy most nagy tanácstalanságban vannak ehhez képest, úgyhogy, de hát szerencséjükre van még mondjuk másfél hónap, mire Donald Trump január 20-án hivatalba fog lépni. Szerintem még egy kérdés ehhez a témához, mielőtt áttérünk a következő témánkra, hogy itt Angela Merkeltől származó idézetben szinte ugyanazt halljuk, mint Hillary Clintontól. Jól megy a gazdaság, alacsony a munkanélküliség, növekedés van, és mégsem rászavaztak. A Brexitnél is hasonlót hallhattunk. Nem tanult Angela Merkel az eddigi két nagy példából? Hát ugye azt tudjuk ugye az udvari bolond és a király esetéből, hogyha két ember ugyanazt mondja, az még nem ugyanaz. Tehát még Hillary Clintonnak ezek a szavai azért, hogy mondjam, kevésbé tűntek hitelesnek. Angela Merkel, akit Magyarországon nagyon sok kritika ért, és ezek között volt, ami jogos, azt azért tudomásul kell venni, hogy Németországnak nem a bevándorló kérdés az egyetlen topik, és nem az a fő topik, mondhatnám, hanem hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a német gazdaság volt egy nagyon komoly törés, és a német életszínvonalban, ugye Gerhard Schröder alatt, ugye ott egy elég komoly válság volt. És utána Angela Merkelnek tényleg sikerült megteremtenie a gazdasági föllendülést, most is egész európai ipari központja Németország. Többek között ugye erről már itt is beszéltünk, hogy
hogy a bevándorlás engedélyezésének ennek milyen okai voltak. Tehát azt kell mondjam, hogy azért itt nem teljesen ugyanaz a helyzet, és még egy dolog, ami nagyon meghatározó, ha már hallottunk magyar példákról, akkor ott is valamilyen szinten ez érvényesül, hogy Angela Merkelnek nincs olyan kihívója, aki úgy tűnne, hogy képességek dolgában, vagy akár politikai tapasztalat, vagy bármi dolgában fölvenné vele a versenyt, így nagyon nehéz elképzelni, hogy őt legyőzik, ezért tűnik ez a hivatkozás mégiscsak érvényesnek, még akkor is, hogyha hát valóban Hillary Clinton esete azt mutatja, hogy bizony az esélyesnek látszó és nagyon nagy média támogatást élvező jelölt is elveszteti a választást. Pár mondatban, bocsánat, csak Angela Merkel hatalomtechnikai képességéről hadd mondjak még pár mondatot. Angela Merkel az elmúlt években gondoskodott arról, hogy a pártján, a CDU-n belül eltakarítsa a lehetséges ellenfeleket, valaki az üzleti életbe távozott, valaki marginális szerepre kárhozódott. Ez az első dolog, amit érdemes megemlíteni. A második, amikor tavaly kiéleződött a menekült válság Németországban, hogy egyre csak jöttek százezrével az emberek, akkor a CDU-n belül volt 2-3 politikus, főleg ifjabb politikus, akik a CDU elnökségét megpróbálták fellázítani lényegében Angela Merkel ellen, és aztán december környékén sor került egy zárt elnökségi ülésre, és az órákon át tartott, és hogy mi történt, azt nagyon jó lenne tudni majd egyszer, mert a hangulata megváltozott a CDU vezetőségének, miközben a CDU elnökségi ülés előtt egyre szaporodtak a kritikus hangok Angela Merkel ellen, utána kiadtak egy közleményt, hogy kiállnak az Angela Merkeli politika mellett, igaz némi módosítással, nevezetesen majd a pár nap elé terjesztenek egy olyan határozati javaslatot, hogy lényegesen csökkenteni akarják a beáramló menekülteknek a számát. Ezzel Angela Merkel megakadályozta azt, hogy nyílt lázadás törjön ki a CDU elnökségében és frakciójában, de engem nagyon érdekelne, hogy mivel tudta lekenyerezni a CDU elnökségi tagjait, meg frakció tagjait. Nem tudom, hogy a mi életünkben megtudjuk a valós igazságot, de engem nagyon érdekel. Reméljük így lesz, és hát valóban decemberben lesz nem sokára az eszemben a CDU következő kongresszusa, ahol ugye kancellár jelöltet és pártelnököt is válaszolnak, Angela Merkel valóban az egyedüli esélyes. Most viszont a hátralévő időben evezzünk hazai vizekre, és nézzük meg az alkotmánybírók megválasztásához kapcsolódó bejátszásunkat. Molnár Csaba kollaboránsnak nevezte az LMP-t. A DK ezért azokat, akik Tusnádfürdőn odaülnek Orbán mellé, majd egyetértenek a kormánnyal az állnépszavazás kérdésében, és még az alkotmánybíróság megszálvatartásában is segítkeznek, nem tudja a továbbiakban ellenzékieknek tekinteni. Hadházi Ákos, az LMP társelnöke ezeket a bírálatokat azzal utasította vissza, hogy a lényeg az alkotmánybíróság függetlenségének erősítése. Hadházi szerint ugyan a testület 11 alkotmánybíróval is működhetne, de a 4 új taggal több olyan alkotmánybíró lehet, akik nem a kormány szája íze szerint hozzák meg döntéseiket. Ilyen alkotmányos kétharmados kérdésekben az elmúlt 2-3 hétben két merőben eltérő ellenzéki stratégiát láttunk. A Jobbik feltételekkel szavazta volna csak meg az alaptörvény módosítását a migrációval kapcsolatban, míg az LMP hosszú alkudozás után és a többi ellenzéki párt érdeklődésének a hiányában lecsapott egy lehetőségre. Melyik ellenzéki stratégiát látjuk jobbnak, vagy hogyan kell ezeket elhelyeznünk? Az egyik ellenzi, feltételeket szab, emeli a tétet, a másik azt mondja, oké, együttműködünk. Melyik szerintetek a jobb, vagy melyik az, amelyik alkalmasabb? Nehéz eldönteni, hogy ezt csak az idő mutatja meg. Mind a két helyzetben az a nagyon nehéz, hogy nehéz elmagyarázni a választóknak, hogy miért változtattak mind a két politikai, a Jobbik és az LMP is a korábbi véleménye. Tehát össze önmagában nagyon nehéz. Nem látszik a következmény, nem látszik az eredmény. Hiszen lehet, hogy ez a most megválasztott jelöltek valóban kritikusabbak lesznek a kormánnyal szemben, de hát azért ennek az eredményét nem az LMP fogja lealatni, ráadásul ugye az ellenérdekelt felei, tehát a DK, az MSZP, bármi olyan döntésnél, ahol ezek a, és ne feltételezünk ilyet egy alkotmánybíróról, hogy nem a saját szakmai véleménye szerint fog dönteni,
ez alapján úgy dönt, hogy mondjuk ő elfogadja a kormány álláspontját, vagy annak kedvező döntést hoz, akkor nyilván az MSZP rögtön azt fogja mondani, még akkor is, hogyha előtte mondjuk 4 esetben mondjuk a kormány ellen foglalna állást egy adott bíró, hogy lám-lám, az LMP miatt vannak ott olyan bírók, akik ugye megszavazzák ezeket a dolgokat. Tehát ez önmagában egy nagyon nehéz dolog. Azt viszont látni kell, hogy az LMP-nek a mozgása az értelmezhető úgy, hogy folyamatosan ők abba próbálnak újat hozni a magyar politikában, hogy hát nem söpörnek le mindent, attól függően, hogyha kormányon lennének, akkor amit az ellenzékben, egyelőre csak ellenzékben voltak, hát ők folyamatosan azt mondják, hogy nem fognak mindent lesöpörni, amit a kormány mond. Ebbe próbálnak lavírozni. Az a nagyon nehéz helyzetük még, hogy és ez kiderült az ilyen erről folytatott vitáikban is, hogy mondjuk Hatházi Ákos egyszerűen hát debattőri képességek hiányában nem igazán tudja megvédeni a saját álláspontjukat, és ez azért nehézé teszi azt, hogy a választóknakat erről meggyőzzék. Még akkor is, hogyha hát azért, hogy úgy mondjam, a többi baloldali pártól kicsit demagóg ez a hozzáállás, hogy akkor mihez asszisztál és ki mihez asszisztál, hiszen ők is azért számos olyan folyamatban részt vettnek, amit egyébként egymás között sokszor ezért is kritizálják egymást. De ugyanakkor, és hogyha egy kicsit távolatosan gondolkodunk, megint arról tudunk beszélni, hogy van egy Jobbik, van egy LMP, akinek nem arról szól az életem most, hogy új szavazókat hódítana meg, hanem hogy a saját szavazóinak is magyaráznia kell, hogy mit miért csinál. Ez azért egy nagyon nehéz helyzet, és látszik, hogy nincs meg az a fajta rend, az a fajta felkészültség, ami a Fideszben mondjuk látszik, hogy mondjuk eddig a menekültválság volt a fő téma, ami köré a Fidesz szervezte a politikáját, most pedig a választásokhoz közeledve, amikor az embereket azért már a húsvér kérdések jobban érdeklik, most pedig ugye a béremelés, a megélhetés kerül előtérbe. Ez egy tudatos politika, a másik oldalon pedig nem látunk ilyen tudatos lépéseket. Én Attila, hogy látod? Azért van nagy gondban, most a baloldali ellenzéktől beszélek, az ellenfelek csoportja, már a Fidesz ellenfelek csoportja, mert még mindig nem tudta rendesen eldönteni, hogy mit kezdjen a Fidesz rendszerrel. Ugye, hogyha igaz az, hogy a Fidesz rendszer egy diktatúra vagy autoriter rendszer, hát az csúnya dolog, és ugye egy autoriter diktatórikus rendszere nem illik, nem szabad, nem szép dolog együttműködni. Én úgy látom, hogy a baloldali ellenzék körében felütötte fejét Bartus Lászlónak a szelleme. Bartus László az Amerikai Népszavában már évek óta arról ír, hogy ez egy fasiszta diktatúra, és Orbán Viktor egy diktátor, és eleinte úgy tűnt, hogy a baloldali véleményvezérek nem nagyon osztják Bartus László kijelentéseit, de minthogyha már Bartus László megfertőzte volna a baloldali véleményvezérek egy részét, sőt a baloldali politika egy részét, hiszen arra gondolok, hogy például a Demokratikus Koalíció már diktatórikus Orbán kormányról beszél, és hát mint ilyen kormánnyal el kell utasítani a velük való együttműködés. Ez jött ki most az alkotmánybírósági tagok megválasztásánál is. Ugye a DK valósággal versenyt folytat az a szocialista párttal a tekintetben, hogy mennyire nem szabad együttműködni a hatalmon lévő rezsimmel. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a DK sem mindig ennyire következetes, mert például Budapest 15. kerületében a Demokratikus Koalíciós polgármester együttműködött, paktumot kötött a helyi Fidesz-szel annak érdekében, hogy meglegyen a többség. Ez a legutóbbi önkormányzati választás előtt volt, sőt, hát ha diktatúrában vagyunk, akkor egy diktatúra parlamentben mit keres ott az ellenzék? Tehát ez egy újabb probléma, és hát szemmel láthatóan, tehát a rendszernek a beazonosítása, névvel való nevezése körül a baloldalnak elég komoly problémái vannak, és ebbe a dilemmába kerül az LMP is, hogy most mit kezdjen ezzel a helyzettel. Igen, hogy a kormánynak az ellenzéke, vagy úgymond egy rendszernek az ellenzéke, ez a kérdés már 6 éve foglalkoztatja idestova a baloldali liberális ellenzéket. Az időnk viszont lejárt, így az erről való okoskodást legközelebb folytatjuk. Köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, nézőinknek a figyelmet köszönöm, jövő héten is lesz szó, párbaj, tartsanak velünk. We'll be right back.